Kedves nézők, csak okosan. Ugye az okos telefonokat mindenki ismeri, és ugye a legtöbben már egész okosan használjuk, bár azon szoktunk poénkodni, hogy a telefon lassan okosabb, mint mi magunk vagyunk, de hát a lakásunkat felszerelhetjük különböző okos dolgokkal. Erről beszélgetünk Mikó Gedeonnal. Szia, jó estét! Szia! Mennyire elterjedtek ezek a készülékek? Ugye okos tévé, okos hűtő, okos porszívó, sorolhatnám. Gyakorlatilag a napjainkat teljes mértékben átüleli, a digitális forradalom dübörög, és akarva-akaratlanul mindenkit beszippant. Megkezdve az okostelefonoktól, gyakorlatilag már nincs olyan eszköz, amit ez az okos láz ne ért volna el. Lehet itt beszélni egy virágcseréptől kezdve, egy okos sétapálcáig, egy okos mérőszalagig, mindenről. Igazság szerint mi is maga az okos kifejezés. Tehát ez nagyon-nagyon nehéz bármilyen szinten is beazonosítani, vagy bármilyen szinonimát találni rá. Én azt mondom, hogy az okos eszköz egy analóg, idézőben analóg eszköznek a felokosítása. Gyakorlatilag arról szól, hogy ha a telefonokról beszéltünk az előbb, ugye egy telefonnak mi a rendetetése? Telefonálni, illetve szöveges üzenetet küldeni vele. Na most attól lesz okos az a készülék, hogy nem csak ezeket az alapfunkciókat tudja ellátni, hanem gyakorlatilag rengeteg olyan eszköz, vagy rengeteg olyan funkcióval is bír, amik a mindennapjait az embernek megkönnyítetik, illetve sokszínűvé tehetik. De mondjuk ugye egy hűtőgép esetén azért erről nem beszélhetünk. Nem, mert egy hűtőgépnél valóban nem, viszont ott van az a smart diagnosztika, ami ugye az is az okos eszköznek egy úgymond funkciója. A hűtőnek, hogyha valami problémája van, akkor telefonon keresztül hibaüzeneteket le lehet olvasni, illetve rengeteg más funkció van. És már egyébként olyan termékek is és olyan hűtők is prototípusként kezdenek piacra kerülni, amik már majdcsak, hogy nem okostelefon funkciókkal és okostévé funkciókkal is bírnak. Ezek a készülékek okosak, és legalább ennyire megbízhatóak, és mondjuk időtállóak is, vagy azért már úgy vannak kitalálva, hogy pár év alatt igazándiból elévülnek, mert lesznek még okosabb készülékek. Alapvetően maga a kereskedelem és a műszaki kereskedelem azért nyilván változik. Tehát a kereskedelemben a vásárlók igényét megpróbálják kiszolgálni a gyártók, de nem olyan terméket gyártanak már, mint régebben, amik 25-30 évig úgymond működtek, üzemeltek. Van ilyen manapság is, csak ennek az ára nyilván magasabb, egy prémium kategóriát hordoz magában. Az olcsóbb, illetve a középkategóriás termékek, azoktól azért nem szabad azt várni, mert hogy 25-30 évig működni fognak. Van egy bizonyos kifutási ideje, jönnek az újabbak, a szebbek, a jobbak, az okosabbak. Tévében a nagyobbak, állítólag a japánok ugye 9 havonta lecserélik a televízió készüléküket. Vannak ilyen adatok, hát az, hogy a valóság ez mennyire felel meg, ezt passzolom, de elképzelhető, igen. Na, nagyon izgatja a fantáziámat ez a bizonyos okos virágcserép. Ez például mit tud? Nem tudom. Nem tudod? Nem. Akkor még nem vagy elég okos, nem. De úgy gondolom, hogy valószínűleg úgy adagolja a vizet, biztos érzi, hogy mire van a növénynek szüksége. Igen, ekomódok vannak benne, és akkor gondolom, hogy gazdaságosá teszi. Azért vannak olyanok is, akik ugye ragaszkodnak az analóg meg a hagyományos készülékekhez, mert főleg az idősebb generációnak ugye mondjuk egy beprogramozható mosógép, vagy egy mikrohullámú sütő az bizony feladja a leckét. Ezek a készülékek azért maradnak szerinted a piacon, és szépen lassan kopnak majd ki? Van rájuk szükség mindenképpen, tehát ha megnézzük a generációt, a tizenéveseknek gyakorlatilag már lételeme ezek az okos funkciókat hordozó készülékek. Én azt mondom, hogy a 40-es, 50-es korosztály is érintett már ebbe a kérdésbe, de a 70-en felüli, meg a 80, meg a feletti korosztály nem tud, és szerintem nem is akar igazság szerint beleolvadni ebbe a világba. Van, aki nyilván megpróbálja, vannak kivételek, azok erősítik a szabályt, de a többségük ezenek az embereknek, hölgyenek, uraknak még inkább az analóg, a régi, könnyebben átlátható eszközöket használja. Most olyan porszívóra gondoltam, az például tényleg egy nagyon okos dolog, hogyha van egy ilyen kis beprogramozható készülék, ami akár napközben kiporszívóz. Ugyanennek van egy fűnyíró verziója is. Így van. Ezt kiknek ajánljátok elsősorban? A lustáknak, vagy akinek óriási a lakása, nincs tele zsúfolva, tehát minden otthonban használható például egy ilyen készülék? Én azt mondom, hogy igen, tehát lehet használni, viszont én azt mondom, azoknak ajánljuk, vagy azoknak célszerű ezeket a készüléket beszerezni, akik sokat utaznak. Ugye ezeket a készüléket programozni lehet telefonról is. Tehát a mobiltelefon készülékről letöltünk egy applikációt a készülék mellé, egy mosógép, egy porció, vagy akármilyen termék mellé, és azokat ugye, ha én úton vagyok éppen Zürichbe, egy repülőgépen ülök Zürich felett, akkor én el tudom indítani a programot. Vannak olyan eszközök, amiről még most nem beszéltünk? És esetleg a laikusnak eszébe se jut, hogy annak is van okos verziója? Hát gyakorlatilag az okos készüléket tárháza határtalan.
nem tudom, beszélgetés elején mondtam, vagy nem, már most így hirtelen emlékszem rá, de digitális forradalom gyakorlatilag mindenkit beszippant. Tehát az összes terméket, az összes felhasználót, nem nagyon vannak kivételek. Ugye ezt akkor úgy kell elképzelni, ahogy említetted, hogy akárhol vagy a világban, a telefonod segítségével mondjuk működésbe hozhatsz például egy kávéfőzőt? Így van, minden tovább mindenki. Hogyha az okos készülék ezt a funkciót hordozza magába, akkor igen. De az nagyon fontos megemlíteni még ehhez a termékekhez, hogy ugye dübörög az IoT, az Internet of Things, gyakorlatilag ez magába hordozza ezt a forradalmat, amiről beszéltünk, és gyakorlatilag az összes készülék egy sablonra ugyanazokat a funkciókat próbálja hordozni. Ha megnézzük egy mobiltelefonnak a platformját, gyakorlatilag egy televízió már majdnem ugyanazt tudja. Uh-huh. És ez gyakorlatilag egy okos órára levetítve is. Tehát én azt látom, hogy nem nagyon lehet ezt kikerülni már. Tehát magába szippant mindenkit. Hallottam, hogy például van olyan hűtőszekrény, ami a hűtőszekrényben található élelmiszerek szavatossági idejét is jelzi. Tehát megszólal a riasztás, hogyha valami már esetleg nem fogyasztásra alkalmatlan. Egy kicsit egyébként ez néha ilyen félelmetes is, hogy hol a határ, abszolút. Igen. Igen. Azok a szakemberek, vagy például ti, akik ugye minden nap ebben éltek, és látjátok, hogy napról napra újabb és újabb kütyük érkeznek, nem lepődtök meg néha? Tehát, hogy így nem csodálkoztok el, hogy úristen, még ilyen is van? Az igazság, hogy amit mi látunk, ez a fejlettségi színnek szerintem a 70-75%-a. Tehát ettől már sokkal előrébb tart időzőjebb a világ. Tehát tényleg olyan prototípusok vannak Japánban, az Egyesült Államokban, amiket még nem is látunk, és azok már tényleg olyan funkciókat hordoznak magukban, amit még lehet el sem tudunk képzelni, hogy az valóságban, a mindennapjainkban, hogy fog egyáltalán lecsapódni, hogy fog működni. Visszatérve a hűtő, amiről előzőekben beszéltünk, például azon kívül, hogy a szavatosságát jelzi, van már olyan hűtő is, amit ki se kell nyitni ahhoz, hogy lássuk, mi a tartalma. Knok-knok, technológia, kétszer megkoppantjuk, vagy egyszer, és akkor a hűtőnek az ajtaja átlátó válik, és látjuk, milyen termék van benne. Hihetetlen. Tehát itt tart már. És ez már Magyarországon kapható egyébként, az áruházunkban is. Szerintem ezt még Verne Gyula sem gondolta, hogy ilyen dolgok lesznek a világban. Hát nagyon szépen köszönjük az információkat, és reméljük, hogy sokan tényleg okosan használják ezeket a készülékeket, azért nem nő túl az emberi elmén és a lelken, mert azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy a kényelmünk és a komfortérzetünket segítse, és ne ezek az eszközök uraljanak minket. Kedves nézők, mi pedig híradóval folytatjuk, híradó után pedig ismét otthonos témákban várjuk majd önöket vissza. Thank you.